Épp azt mondom Hoffmann Rózsának, hogy van időnk bőven. Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Hát egy ilyen nyárias péntek reggel, az utolsó nyári péntek reggel, szavuk nem lehet, jó idő lesz. Na most ennek jegyében a tanévkezdésről fogunk beszélgetni Hoffmann Rózsával, volt oktatási államtitkárral, a KDNP országgyűlési képviselővel, kezét csokkolom. Jó reggelt kívánok! Kérdezte, hogy mennyi időnk van. Hát annyi időnk van, hogy végigbeszéljük nagyjából kicsit szorosabban. Holnap reggelig. Hát holnap reggelig, azt, hogy az a négy év, amit oktatási államtitkárként töltött, vagy közel négy év, az annak a folytatását látja most abban, ami például 2015-16 éves tanévben kezdődik, vagy ami ott folytatódik? Igen, teljes négy évet kitöltöttem egyébként, az első perctől az utolsóig, az új kormányváltásig, és semmit nem töröltek el azokból a jogszabályokból, amelyeket megalkottunk, több mint 120 jogszabály született addig, amíg én voltam az államtitkár. Ami történik, az szükségszerű, hogy egy-egy folyamaton mindig javítani kell, mindig bele kell nyúlni, ott változtatni. Ezek nem alapvető nagy horderejű változtatások. Megalkottuk 11 decemberében a köznevelési törvényt. A módosítások azok mindig némi kis javítást, pontosítást, hogy az időközben bekövetkezett változások átvezetését szolgálták, és a többi jogszabály is gyakorlatilag érintetlen, illetve hát itt-ott módosították. Na most nehéz volna felsorolni azt a sok újdonságot, amelyet bevezettünk. Ön a felvezetőben reformnak nevezte, én sosem neveztem reformnak, amit csináltunk, ezek a szerves folytatásba beépített újítások voltak a köznevelési rendszerben, visszatérve azokhoz a hagyományokhoz, amelyek mindig is erőssé és jóvá tették de a pont magyar köznevelés. A legtöbb kritikát, hogy visszatérünk hát, valamihez, ahelyett, hogy értenénk a világváltozását, és ahelyett, hogy annak megfelelően reagálnak. Visszatérve a hagyományokhoz úgy, hogy azok alkalmazhatóak legyenek a modern korban is. Akik pedig kritizáltak, mindig vannak, voltak és lesznek kritikusai az oktatási rendszernek, hiszen az egyik legnagyobb a rendszer a társadalomnak, és nagyon sokféleképpen viszonyulnak az emberek, végletesen is, és azok, akik hát másképp gondolkoznak mondjuk a nevelés kérdéseiről, arról, hogy hogy kell egy gyerekkel bánni, hogy mi jó a gyereknek, azok néha bizony nagyon szenvedélyesen kritizálják az ellentétes véleményt. Ez így van. Minden gyereknek más a jó. Azért ezt nem lehet uniformizálni. Ezért nagyon nehéz olyan szabályokat alkotni, amelyekbe belefér az a sokféleség, amit kellett a gyerekek jelentenek. A sokféleséget az oktatásban lehetséges sokféleséget szűkíteni? A tankönyvek számának csökkentésével, a módszerek lehetőségeinek szűkítésével? Hát ez egy kiragadott példa, mondjuk a tankönyveknek a dolga. De azt kell, hogy mondjam, hogy igen, mert miközben a köznevelés az alapvetően a gyerekre irányuló pedagógiai munkának a foglalata, ezen belül ott van a tanítás, amelyet a tankönyvek segítenek, de a tankönyvek csak segítik. Tehát a legfontosabb személy a pedagógiai folyamatban a gyerek mellett az a tanár. De azért támaszol meg a tankönyv, meg a tanmenet. Várjon egy kicsit. A tankönyv az egy olyan segédeszköz, amely a tananyagnak a lényeges elemeit tartalmazza. Lehet ad abszurdum még tankönyv nélkül is tanítani, és lehet egy tankönyvből nagyon sokféleképpen tanítani. Ennek a sokféleségnek éppen a tanár munkájában kell megjelennie, meg abban, ahogy a gyerekekhez viszonyul. Ezért a mi oktatáspolitikánknak a legfontosabb eleme az a pedagógus politika volt, hogy alkalmassá, képessé tegyük a 150 ezres magyar pedagógus társadalmat arra, hogy erre a sokféleségre megfelelően reagáljon. Azzal... Ez a folyamat elindult a pedagógus életpályával, és ez folytatódik, ezért merem biztom mondani azt, hogy igen, folytatódik, és hát sok egyéb elemet na, is hát az életpályát mondta, akkor én is mást kérdezek, már jó. Mást akartam, tovább akartam menni. Azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy a pedagógusok legalább 50-100 ezer forinttal több pénzre számíthatnak most, mint az életpálya bevezetése előtt. Hát van ilyen pedagógus, de a többség nem. Tehát a többségnél a szám a KSH adatai szerint egészen más. 2010-ben átlagosan 133 ezer forint volt a fizetésük, 2012-ben 128 és 2014-ben 161 ezer forint. Ez nincs 30 ezer forintnyi különbség sem. Nem a folyamat nem fejeződött be 2017-ig.
biztosított a pedagógus béremelés, és ezekben a KSH adatokban nem jelennek meg a minősítések után bekövetkezett béremelkedések. Tehát aki 2013. szeptember 1-én a rendszer átsorolt a pedagógus egyes kategóriából, ott volt egy jelentős béremelkedés, például óvodapedagógusok esetén már ott is sokszor meghaladta az 50 ezer forintot. Azóta volt több lépcsős, automatikus, illetve beígért béremelés, nagyon sok pedagógus átlépett a pedagógus kettes kategóriába, sokan a mester pedagógus kategóriába, januártól ismét újabb mesterpedagógusok lesznek, 2017. januárjától ismét. De a mesterpedagógus nem az átlag. Hát azért, ha több ezres nagyságrendben lépnek, hát az átlagot ez megnöveli. És a mesterpedagógusnál a bérnövekedés eléggé jelentős. Az átlagok mindig csalókák. Van még egy torzítás ezekben a számításokban, hogy a KSH 2010-es vagy korábbi adatai a teljes bértömeget vették alapul. Az új bérrendszerben például bizonyos pótlékok, meg túlóra pénzek megszűntek, miután a többlet munka is másképpen szabályozódott. Úgyhogy ezek csalafinta dolgok, én az alapfizetésről beszéltem, erre igaz az az állítás. Hát viszont a tanárok nagy része meg pedagógus egy kategóriában, meg gyakornoki státuszban van, hát náluk azért olyan nagy mértékű nem volt ez a béremelés. Most már azért 10 000-es nagyságrendben a legfiatalabbaknak miért kell újra számot adniuk a tudásukra? Hát ők most szereztek diplomát, tehát ez olyan, mintha újra kéne diplomázniuk, nem? A diploma, az egyetemi diploma alapvetően az elméleti tudást díjazza. Soha nem volt képes arra a tanárképzés sem az egyetemeken, sem a főiskolákon, hogy olyan gyakorlati tudással ruházza föl az ifjú tanárokat, hogy nem esnek kétségbe az első alkalommal, amikor a katedrára kiállnak. Ezért rendelkeztünk úgy, hogy egy gyakornoki év is következik az elméleti év után, és ahogy mondják, a puding próbálja az evés, hogyha a gyakorlatban helytáll a pedagógus 2 év gyakornokság alatt, akkor lehet őt már valóban kész tanárnak és pedagógus egynek nevezni. Hadd folytassam. Minden komoly humán pályán azért időről időre meg kell mérni azt, hogy fejlődik-e az ember, nem kopott-e a tudása. Az egész pedagógus életpálya ezt. Ők hitelesek lesznek ebben? Miután ők kiválasztott emberek, akiket külön képeznek, vizsgáztatnak, nagyon komoly képzésen estek át ezek a szakértők, akik ilyen dolgokkal foglalkoznak, amennyire ezt emberileg kalkulálni lehet, azt mondom, hogy igen, természetesen igen. Tehát a gyakorlatból jönnek és néznek meg más órákat. Mennyire fogja befolyásolni a saját gyakorlatuk azt, hogy milyennek ítélik másét? Ugye mindenkinek van egy elképzelés, hogy hogy kell tanítani, de sokféleképpen lehet, most mondta. Sokféleképpen így van. Hát itt azért kellett egy olyan szempontrendszert kidolgozni a tanárok minősítéséhez és a tanfelügyelethez, amely viszonylagosan objektív mércét tud állítani. A pedagógia az egy tudomány, soha nem volt és nem lesz olyan exakt tudomány, mint mondjuk a fizika vagy a kémia. Tehát ott a személyiségnek, a mindenkori pillanatra való megfelelő reagálásnak és ennek az egész dolognak a megítélésének igen nagy szerepe van, ezért itt nagyon fontos, hogy a tanfelügyelők állandóan nagyon nyitottak és nagyon sokoldalúak legyenek. Teljes mértékben a szubjektumot sosem lehet kiküszöbölni, ez naivitás. Az ember nem gép, két ember kapcsolata nem gépies, de vannak olyan standardek, amelyek alapján azért ezt kellő bizonyossággal meg lehet mondani, hogy fejlődött-e, jó-e, eredményes-e, sokféleképpen kell ezért mérni. Na, ebben rejlik annak a veszélye, hogy kicsit túl bürokratizálódik ez az ellenőrzési rendszer, vannak is ilyen jelek, tehát ez egy állandóan mozgó rendszer kell, hogy legyen, amíg bennem áll. Mondjuk a legtöbb országban, ahol egy jól működő tanfelügyeleti rendszer van, évtizedek kellettek ahhoz, amíg ezt úgy bejáratták, viszonylag stabilá. Meglátjuk, hogy itt van erre évtized. Hát és türelem, és bizalom, mert, és reddény. Ugye az önnevéhez fűződik, annak a bevezetése, hogy a minimálbérhez kötődik a bérstruktúra a pedagógusoknál. Na most hát ez sem élt meg évtizedeket, ez ebben az évben megszűnt. Ezt azért fájdalják a pedagógusok, mert ez nagyon sok mindenkinek 8-10 000 forintos bérveszteséget jelent. Próbált küzdeni azért, hogy ez megmaradjon? Amikor ez a változás bejött, én már nem voltam államtitkár, képviselőként azért szóvá tettem.
de hogy őszinte legyek, a béremelkedés így is folytatódott, a mértéke változott sajnos, viszont azt azért országos ügyekért felelősséget érző politikusként nekem is látnom kell, hogy mindenütt nagyon szorít a kapca. Egyedül a pedagógusoknak indult el a pedagógus életpályája, egyedül a pedagógusok kaptak jelentős béremelést, most jönnek az újabb szakmák, hivatkozási alap a pedagógus életpálya erre. Hát itt egy kicsit csorba esett az eredeti elgondoláson, én ezt azért nem tartom tragikusnak, mert a többi eleme megmaradt a béremelkedésnek, és mint mondtam, minden pedagógus érzi most már, hogy jelentősen nőtt a jövedelme. Etikai kódex, a sajtótájékoztatón is kiállt az etikai kódex mellett, mint szükséges tény mellett, miközben tegnap a pedagógus kar elnöke itt este az ATV-ben azt mondta, hogy hát ő maga is úgy gondolja, hogy nem ez lenne most a legfontosabb, de hát ha már a törvény írja elő, akkor nyilván meg kell alkotni, lehet rajta vitatkozni, milyen tételek kerüljenek bele. Például, hogy a tanár, ugye mindig tanár, a magánéletében is tanár, nem csak az iskolában, nem csak az iskolapadok között, gyakorlatilag ez olvasható ki ebből a kódexből. Amikor különböző, akár anyagi jellegű korlátok vannak egy tanár életében, mennyire megkövetelhető tőle, hogy a nap 24 órájában úgy viselkedjen, mint egy igazi pedagógus? Talán ne a részletekről kezdjük, annál is inkább, mert én magam még nem olvastam ezt a szöveget, ami hangsúlyozzuk csak tervezet. De hát ez változhat. Meg sem kapta? Még nem kaptam meg. Hát nemrég ért véget a szabadság, és sok minden egyébben voltam elfoglalva, de el fogom olvasni, és megteszem a javaslatot. Akkor a részleteket hagyjuk. Induljunk ki abból, hogy kell. Nézze, ön újságíró, ugye? Kell szabályozni, ezt azt hiszem. Van az újságíróknak etikai kódexük? Van, de nem ilyen részletesség. Tehát alapvetően van, az etikáról szól, és nem arról, hogy milyen ruhában kell járnunk. Hát rendben van, azért mondom, az már részlet, hogy mi van benne, de van etikai kódex, kell, hogy legyen egy olyan norma gyűjtemény, amely az adott hivatás szakmának a legfontosabb szabályait rögzíti, nyilvánvalóvá teszi a szakma képviselői és a külvilág számára is. Ez rangot ad önöknek is, mint újságíróknak, ugyanígy az orvosoknak, pszichológusoknak, sőt, el kell, hogy mondjam, még a taxisofőröknek is van etikai kódexük. És megyünk bele egy ember életébe, hát ez vitatható, azért készítette el a Nemzeti Pedagógus Kar a tervezetét, és bocsátotta vitára, én magam is kíváncsi vagyok, hogy fog ez az egész alakulni, de hogy szükség van rá, az számomra evidencia mindig is az volt. És ez a legérzékenyebb szakma a humán szférában, mert hiszen a pedagógus a fejlődésben levő gyerekekkel dolgozik. Ha nincs egy olyan belső kontrollja, egy olyan vezérlő kressz szabályzata, amit ő ismer, ami mérce számára, akkor az elég nagy hiba. Tehát ön is pedagógus, hát nem most kezdte a pályát, és elnézést ezért a nem túlságosan elegáns megjegyzésért. Hát de ez pontosan, vitathatatlan tény, én ennek örülök, hogy... Hát elteltek ebben a pályán évtizedek és évszázadok etikai kódex nélkül, és a pedagógusok, az igazi pedagógusok pontosan tudták, hogy mi az a kötelességük. No, a többinek meg hiába ír kódexet. Azért tudták, mert a régi időkben, a Klebersbergi időkben például nagyon fontos, nagyon alapos szakmaetikai képzést is kaptak a tanárok. És ezek a tanárok, akik utána pályára mentek, az iskolába mentek, ezek még évtizedekig hatottak ott a kollégákra. Nem volt vita tárgya például az én édesanyám aktív idejében, ő is a tanárember volt, pedig nem volt leírva, de beléjük nevelték például, hogy a dolgozatot a következő órára ki kell javítani. Ez egy szakmai evidencia, mert addig érvényes. A gyerek izgul akkor még, ha két hét múlva, egy hónap múlva kapja meg, már nem is emlékszik rá, hogy mit ír. Iskolába járnak néha, tanár elfelejti a dolgozatot, látja, vagy elhagyja. Na látja. Azért mondom, hogy ez például kifejezetten egy szakmai és nem politikai, nem világnézeti kérdés, akkor hat a dolgozatra ráírt értékelés a gyerekre, amikor még érvényes. És ezt az én édesanyám meg az ő kortársai tudták, mert ilyen képzést kaptak a szegedi tanárképző főiskolán. Például ez is. Én magam egy csoporttal két évtizeddel ezelőtt készítettem egy etikai kódex tervezetet, ez nagyon sok helyen ismert is volt, rengeteg iskolában meghívtak vele előadást tartani, és mindenki elismerte. Jöttek akkor, hogy na, de munka, meg fáradtság. Erre nekem az a válaszom, hogy
Az etikai kódex pontosan azért jó, mert rögzíti, hogy ez a norma, ehhez kell igazodni. Most az élet persze ad olyan alkalmat, vagy teremt olyan alkalmakat, hogy képtelen vagyok azt a dolgozatot kijavítani, ettől még senki nem veszi a fejemet, ettől még nem csökken a fizetésem, de legalább tudom, hogy most nem a legmegfelelőbben jártam el, mert mit tudom, én beteg volt a gyerekem, és kórházba kellett vinni. Tehát az etikai kódex nem azért van, hogy bárkit bíróság elé állítsanak, hanem legyen egy olyan iránytű, amelyhez igazodni kell, amelyet el kell várni, és az elkövetett vétségek súlyossága, mennyisége mutathatja meg azt, hogy valaki esetleg erre a pályára, hát talán nem a legalkalmasabb, de nem ez a cél, hanem az, hogy fölfelé húzza az egész szakmát. Ezért van, mint mondtam, például a taxisoknak is etikai kódexük, amely az ő megítélésükön nagyon sokat javít és változtat, és mondjuk a BBC etikai kódexe is az egész világ számára egy etalon, hát legyen végre a pedagógusoknak is. Hát ha nem ezen múlik az, hogy a pályán maradhatnak-e önmagában, hogy milyen hosszú a szoknya, akkor természetesen nyilván ezzel ők maguk sem fognak vitatkozni. Hát ne menjünk bele ilyen nevetséges kis olvas el a kódexet, és lehet, hogy meg fogja húzni vastag piros tollal. Hát akkor majd megteszem a javaslataimat. Köszönöm, igen, hogy eljött hozzánk. Hogy fölveszem a fonalat, nagyon szívesen máskor is. Szép napot kívánok. Viszontlátásra.